A tábla szerint 500 millió forintos uniós és állami támogatásból újul meg az óvoda Nagyeseden. Erre a beruházásra még nem, de az augusztus 1-e után indulókra már érvényes lehet az az új jogszabály, amely szigorúbb szakmai és állami ellenőrzést ír elő. Az állami építési beruházások életciklusát szabályozó törvény erősítheti a szakma színvonalát, mondta 35 perc című műsorunkban Vég József, a Vármegyei Építészkamara elnöke. A kormány célja többek között a szakmai megalapozottságnak és a minőségnek egyfajta javítása és magasabb szintre emelése. Ennek kapcsán részletesen szabályozza, hogy ezeket a típusú munkákat, illetően hogy lehet a tervezési munkát elnyerni, kitervezi majd ezeket a beruházásokat. És ennek az egyik alapvetése, hiszen az építészkamara megyei elnökeként ezt legtöbben a mi tagságunkból ezt gyakorolják, tervpályázatok kerülnek meghirdetésre, sokkal nagyobb számban, mint ami az utóbbi években jellemző volt, és tervpályázatokon kerülhetnek kiválasztásra, ötletpályázat, tehát viszonylag nem feltétlenül olyan nagy mélységű pályázatoknak kell ezeknek lenni. Léteznek az ötletpályázatok, amik alapján már el lehet dönteni egy projekt értékeit, és a tervezőt is ki lehet választani. Úgyhogy a tervezőnek a kiválasztási lehetősége vagy módja ez lesz. Újfehérton új bölcsőde épül. A későbbi beruházások esetében nem csak a tervezési, hanem a kivitelezési szakaszban is szigorú szabályokat ír elő az új törvény. Hangsúlyosabbá válik a terv ellenőr és a műszaki ellenőr szerepe. Az egyik alapvető cél azért az, hogy a beruházások tervezhetőbbek legyenek, a tervek, a minőség és a kivitelezés minősége is jobb legyen, vagy javuljon, és az ehhez szükséges személyi háttér ebben a törvényben szintén szabályozva van, tehát itt újra fontos szerepet kap a műszaki ellenőr, aki már vegyen részt mondjuk egy beruházás előkészítésében is, tehát most a szó alap értelmében az ember azt gondolja, hát persze elkezdenek dolgozni, jön a műszaki ellenőr, azt megmondja, hogy jól csináljatok, vagy mit ne úgy csináljatok, mert már egy beruházás nagyon sok dolga eldől az előkészítés szakaszába a tervezőnél és a rajzasztalon, és a szándékok szerint a műszaki ellenőr olyan módon kapcsolódjon be, hogy már a tervezés időszakában ötletelő, együtt gondolkodó társként ott legyen a tervezők mellett. Aztán még egy ilyen fontos szereplő, a tervellenőr fogalmát bizonyára sokan hallották, már az utóbbi években ennek a súlya valahogy megkopott, vagy kifakult, vagy nem tudom szép szót mit mondjak rá. Ebben a törvényben ez ismét megerősítést nyer, hogy a tervellenőr, aki csak tapasztalt, sokféle szakmai előélettel bíró személy lehet, de erre a törvény megint csak kritériumokat fogalmaz meg, azt is, hogy ki és azt is, hogy mit csináljon. Tehát a tervellenőrt ismét sokat emlegeti a szabályozás, és ennek is fontos szerepet szán. A törvényt a parlament elfogadta, a köztársasági elnök viszont a kihirdetése előtt az Alkotmánybíróság kontrollját kérte. Ha kihirdetik, akkor augusztus 1-től hatályos a rendelkezés.